A tavalyi évekhez képest idén a fesztiválon nem csak szokványos blues koncert volt, hanem egy komplett látványos elemekkel felépített blues show, ami egy kicsit a Blues Brothers film feelingét próbálta átadni. A hangulat minden esetre fergeteges volt, volt olyan része a rendezvénynek, amikor a jelenlévők száma elérte a 2000 főt. A repertoárnak a magját a Blues Brothers című film betét dalai adják ki, de abból kiindulva ahhoz hasonló dalokat, funk is, szólos, bluesos dalokat még adunk. Azt szoktam mondani, hogy nem a hagyományos értelemben vett tribute zenekar vagyunk, tehát nem szólítjuk egymást Jake-nek meg Elwood-nak itt Tamással, mi csak ezt a őrült jó hangulatot, ami a filmből is lejön, ezt a feelinget igyekszünk elcsípni. A fellépők között természetesen hazai, békéscsabai zenekart is láthattunk a fesztiválon. Megmutatkozik majd a Gitárklub a szokásos repertoáriával is, leginkább 60-as, 70-es évekbeli dalokkal. Lesznek egyéni produkciók napjaink dalaiból, és a végére szántuk majd a nagyobb durranást Jimi Hendrixekkel, és egyéb ilyen régebbi nagy rockslágerekkel. Széchenyi Ligetben megrendezett Blues Fesztivál ismét átvarázsolta Békéscsabát a blues fővárosává, ami valószínűleg jövőre is ekkora érdeklődésnek örvendhet majd.